Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a kis filmet. Ma délután egy olyan problémával foglalkozunk, amivel nagyon sok házaspár küzd. Én meglepődtem azon, mikor hallottam a statisztikát, hogy minden ötödik házaspárnak gondja van a gyermeknemzéssel, a gyermekáldással, vagy egészségügyi, vagy pszichikai területen. Itt mellettem egy kedves házaspár ül, Molnár Dániel és Edina, akik egy boldog házasságban élő ifjú pár, viszont ők is szembe találkoztak ezzel a kihívással. És hallgassuk meg őket, hogy hogyan kaptak erre mennyei természetfeletti megoldást, gyermekáldást. Hogyan is történt mindez, Edina? 2008-ban házasodtunk össze, és egy idő után, egy-két év után szerettünk volna gyermeket, elkezdtünk próbálkozni, de nem sikerült, észrevettük, hogy valami probléma van, elmentünk orvoshoz, és ő állapította meg azt, hogy meddő vagyok, tehát meddőségi problémánk van, és nagyon szíven ütött ez a mondat, amikor kimondták ezt, hogy meddő. Ebben nem gondoltam bele, hogy ez mit jelent. És akkor elkezdődött egy ilyen kálvária, elkezdtünk orvostól orvosig járni, meddőségi központban voltunk, volt három mesterséges megtermékenyítésünk, ami nem sikerült. És akkor mondta ki az orvos, hogy tulajdonképpen felesleges is próbálkozni, mert nekünk nem is fog sikerülni, hanem mindenképpen a lombik programmal kéne próbálkozni. És bár vannak olyan ismerőseink, akiknek ezen keresztül, a lombik programon keresztül lett gyermekük, de mi ezt nem szerettük volna bevállalni, mert mi Istentől vártuk a gyermekáldást, és nem orvosokon keresztül szerettünk volna. Tehát gyakorlatilag egy olyan lehetetlen helyzetbe kerültetek emberileg, amikor úgy tűnt, hogy végé eljutottatok a határig. És mit jelent ez számotokra, Dániel és Edina, hogy egy természetfeletti közbeavatkozást kértetek, igényeltetek az életetekben? Korábban is volt már közösségetek az Úrral? Tehát ismertétek őt mint személyesen, mint megváltót, szabadítót, gyógyítót? Igen, ismertük, de azért az kellett hozzá, hogy egy olyan gyülekezetbe kerüljünk, ahol ezt támogatják, ezt a látásmódot, illetve hát egy olyan gyülekezetbe kellett kerülnünk, ahol gyakorolják azokat a hitbéli dolgokat, amiket Jézus is tett, és kellett egy olyan közösségi háttér, akik biztatnak abban, hogy ez lehetséges. És így apránként nőtt a hitünk tulajdonképpen. Mit jelentett ez a gyakorlatban, hogy támogatott ez a közösségi háttér? Tehát bátorítottak, segítettek az Isten tiszteleteken? Mik történtek veletek? Igen, az Isten tiszteleteken rengeteg bátorítás hangzott el. Ezen kívül mi még hallgattunk olyan prédikációkat, olyan Isten tiszteleteket, amik korábban készültek, de nekünk nem volt még akkor alkalmunk meghallgatni ezeket, azért pontosan, hogy a hitünk egyre inkább növekedjen. És aztán jött egy olyan pont, amikor már itt voltunk a gyülekezetben, és most talán rátérnék erre a regionális alkalomra, hogy tavaly októberben volt egy nagy regionális istentisztelet, ahol összejöttek az ország gyülekezetei, és ott Süveges Imre pásztor azt mondta, egy olyan dolgot hirdetett ki, hogy itt van az alkalom, hogy azokat a dolgokat, amikre már régen vársz, például egy társra, egy jobb munkahelyre, egy gyermekáldásra, itt van az alkalom, hogy ezt elvedd. És ott ültünk a helyünkön, és az ember ilyenkor elpirosodik, mert azt érzi, hogy neki szólnak.
És, de ugyanakkor mégis ott van az, hogy itt maradok a helyemen. És az egyik fülemen, egyik fülemben azt a hangot hallottam, hogy most menjél ki, mert a felhívás erre vonatkozott, hogy menj ki, a másik pedig azt mondta, hogy nem kell, ezt itt a helyeden is megkaphatod. De kellett az a hitbeli lépés, és az az engedelmesség, hogy kimenjünk, és kellett az, hogy megalázkodjunk az emberek előtt, és a sok-sok ember előtt felvállaljuk azt, hogy nekünk szükségletünk van. És összeszedtük a bátorságunkat, kimentünk, és ott egy pásztor imádkozott értünk, és hát 2 hónapra rá az történt, hogy Edina egy nagy mosollyal a száján jött ki a kezébe a... mivel? Terhességi. A terhességi teszt, a kezében a terhességi teszttel, hogy pozitív a terhességi teszt, és babát várunk. Fantasztikus. Mikor volt ez a nap, amikor éreztétek, hogy megfordult ez, és a hitetekben megragadtátok, hogy Jézus Krisztus a gyógyító, a ti mennyei atyátok, a teremtő, és tud ezen a helyzeten változást hozni. Mikor is történt ez? Tavaly októberben? Igen, tavaly októberben. Igen, történt. Mert hogy előtte is nagyon sokat imádkoztak értünk, de azért kellett az, hogy elhiggyük azt, hogy ez nekünk is szól, hogy ránk is vonatkozik, hogy nem vagyunk, tehát, hogy Isten minket is szeretne megáldani, mint ahogy minden embert szeretne megáldani, és a gyermekáldást mindenkinek szeretné adni kivétel nélkül, és kellett az, hogy elfogadjuk, hogy ez nekünk szól személyesen, el kellett venni ezt a hitet. És abban a pillanatban, hogy hittel megragadtátok, elfogadtátok, elkészült annak a csatornája, hogy Isten megáldjon benneteket egy gyönyörű, szép gyermekkel. Hogyan is történt ez? A terhességet is, vagy az egész várandóságot is úgy értük meg, hogy tényleg Isten áldása volt rajta. És voltak nehézségek, amiken átvitt az Úr, de végig azt éreztem, és végig tudtam azt, hogy Isten megőrzi ezt a babát, és bármi történik körülöttünk, vagy bármi történhet velem, de ő vele semmi probléma nem lesz. Bár én idősebb vagyok, tehát már orvosilag mindenféle genetikai rendellenesség is előfordulhatott volna, de egyáltalán semmi ilyesminek még a kockázata sem merült fel. Tehát tényleg egy nagyon áldott terhesség volt, és a szülést is az Úr vezetett, ő segített benne végig, és ő erősített, és időben megszületett, időre született a kisfiunk Zente, aki tényleg az Úr áldása, és minden nap hálát tudunk adni érte, hogy ő az Isten ajándéka, és hogy nem orvosok segítségével jött létre, hanem Istennek a természet feletti hatalmával, erejével és szeretetével, és tényleg tőle, az ő ajándéka a mi életünkben. Ez fantasztikus, és egy ilyen házaspár életében ez egy nagy öröm. Dániel, és mit jelent számodra, amikor ránézel erre a kisfiúra? Mi jut eszedbe róla? Hát ez fantasztikus. Tehát amikor még nekem nem volt gyermekem, csak másoknak volt körülöttünk, mert azt is el kell mondani, hogy gyakorlatilag már minden barátunknak, rokonunknak született kisgyermeke, de nem tudtam annyira beleélni magam. Tehát, és amikor megszületett a saját kisgyermekem, hát ez egy akkora csoda, és nem múlik el ez a csoda, és akármikor ránézek, én minden gondomat elfelejtem, és arra gondolok, hogy és azt látom benne, hogy valahogy a menny néz rám rajta keresztül. Köszönjük szépen, és együtt örülünk veletek, hiszen tényleg ez a gyermek egy csodálatos kisfiú, ránézni is öröm, és sugározza az Isten szeretetét. És hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkit bátorítani arra, bármilyen szükségbe került az életed, van megoldás. A Biblia arra bátorít mindegyikünket, hogy bízzunk az Úrban. Isten természet feletti Isten. Ő minden emberi szükséget tud orvosolni természetes szinten, akár az orvosok és egyéb emberi segítségek által, de vannak határok, és amikor a határon túllépünk, ő kész arra, hogy te
természetfeletti módon közbeavatkozzon, és csodálatos módon betöltse a szükségeidet. Ezért bátorítok mindenkit, bízz az Úrban, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, mert ő a gyógyító, a szabadító, a bűneket megbocsájtó Isten. Köszönöm, hogy megnéztek bennünket. Látogassanak el a weblapunkra is. Isten áldjon mindenkit.